Kiskukták tanulnak a karcagi séfnél, baglyok a belvárosban, hoágyúztak a megyeszékhelyen, Tóni bácsi tanácsai a kerteseknek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. január 18-án 18 óra 5 perckor. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményének Kukták főzőcsapat Dedinszky László szakkörvezetővel ünnepi ételeket készítettek a Luvagi udvarban Szatmári János mesterséf vezetésével. Előbb elméleti oktatás volt arról, miért egészséges a sütőtök, milyen fűszer illik hozzá, és hogyan lehet elkészíteni. Majd a végén közös főzés volt. A gyerekek a recepteket is megkapták, hogy otthon is elkészíthessék szüleikkel az egészséges ételeket, mondta Szatmári János séf. A mai foglalkozás témája már körülbelül 2 hónapja óta húzódik, a gyerekek mindig azt mondták a tanár úrnak, hogy pizzát szeretnének készíteni. És most eljött az ideje, egy nagy csomó pizzát készítettek a diákok. Készítettünk mellé sütőtök krémlevest, akkor készítettünk sütőtökbe egy salátát, aminek a tetején pedig rajta van a lencse, meg rajta van sült csirke, combok vannak felszeletelve, úgyhogy akár egy ünnepi vacsorának is el lehet fogyasztani. És ezeket készítették a diákok, meg készítettünk sütőtökből fagylaltos kanállal formájú sütőtök fagylaltnak neveztük el, és ezeket készítettük a pizza mellé. Minden alkalommal készítek receptet, megpróbálom úgy, hogy a diákoknak megfelelő receptet készíteni, ez tegnap készült el, úgyhogy a tanár úrnak is adtam belőle egyet, hogy lefénymásolt, és minden diák kapott belőle. A szakkörön a gyerekek kívánságára pizzanapot tartottak, többféle alappal és feltéttel sütöttek kisebb-nagyobb pizzát. A pizzák előtt sütőtök krémleves és bulguros csirkesaláta volt gránátalmával, a végén pedig sütőtök fagyi volt a menü. Mindig meg szoktuk beszélni a tanár úrral, hogy mégis mi legyen, mert ő állítja össze a csapatot. Mindig ugyanazok a diákok vannak, csak most is hát kevesebben tudtak eljönni. És akkor természetesen a farsangnak megfelelő dolgokat, de még januárban is már jön a következő foglalkozás, mert a vírus miatt elmaradt egy vagy két foglalkozás, azért is próbáltuk pótolni. Városunkban a görögkatolikus templom mögötti fán fészkelő baglyokra lettek figyelmesek városunk lakói. A madarak az évnek ebben az időszakában jelennek meg a településen és keresnek élelmet a fagyos, hideg időben. Látványuk szemet gyönyörködtető és felhívja a figyelmet élővilágunk sokszínűségére. A baglyok a többi madártól élesen elhatárolódó csoportot alkotnak. Külsejük alapján főleg a lappantyúakhoz hasonlítanak. Tollazatuk dús, puha, így méretük is nagyobbnak tűnik, mint valójában. Csüdjük is tollas, mely kevés madárfaj sajátossága. Külső lábújuk a vetélő új, mely előre és hátra is fordítható. Erős, kampós karmaik és horgas csőrük van, melyek egyértelműen a ragadozó életmód jelei. Főleg éjszaka aktív állatok. Biztos azért vannak itt, mert valami ennivalót találnak itt a vásárlók, amit eldobálnak, vagy nem visznek el véletlenül. Hát örülök, hogy van. Az állatok mindig örömet okoznak. Az állatok a legőszintébbek a világon, úgyhogy mi idősek vagyunk. A tévében legtöbbször csak az állatos filmeket nézzük, mert az állatok az erejüktől függetlenül olyan szeretettel bánnak a gyerekeikkel, hogy ezt példaként lehetne állítani a felnőttek számára is. Úgyhogy örülök neki, hogy itt vannak. Táplálékukat konkrétan főleg cickányok, egerek és pockok alkotják. Hát itt melegebb van, mint odakint. Kint a mezőn vagy erdőn, ahol laknak. És hát gondolom azért, mert ugye általában szinte minden városba beköltöznek télen a baglyok. Nem tudom, hogy itt több kajájuk van, nem hiszem, de
De szoktak repkedni, vadászgatni esténként is megindulnak. Tehát a város központjában is lehet látni őket. Fontos felhívni a parkoló autósok figyelmét arra, hogy a bagolyköpet veszélyes lehet a gépjárművek fényezésére, ezért érdemes parkolás előtt körülnézni. Ilyen sem volt még megyénkben. Hóágyúval gyártottak havat a Várkonyi téren. Szombat délutántól a járványügyi szabályok betartása mellett szabad volt a siklás, elkészült megyénk első műhavas szánkópályája is. Lakossági kezdeményezés hatására hóágyúval teremtettek havastájat a szolnoki Várkonyi téri domboknál, örömet okozva ezzel a téli sportokat kedvelőknek. A hóágyú mínusz 3 Celsius fok alatt üzemel stabilan, minél hidegebb van, annál nagyobb mennyiségű hó előállítására képes. A hógyár üzemeltetője elmondta a Karcak TV-nek, hogy sokkal nehezebb alföldön havat előállítani, mint a hegyekben. Lakossági kezdeményezés mellé állt a szolnoki NHS csoport. Több szülő keresett meg minket, hogy bár hideg van Szolnokon, de még sincs hóesés. Azt tudni kell Szolnokról, hogy nem egy hegyvidéki város, egy alföldi városról van szó, és a hógyár.hu az Eplényi csapattal szövetkezve itt a Várkonyi téri szánkózó dombot fújjuk be hóval. Ez egy nagyon jó happening lesz, úgy gondolom. Várják a gyerekek is, a szülők is egyaránt. Nyilván cél volt, hogy a híradásokból lehetett hallani, hogy a Kékestetőn, Eplénybe is tömegek rohamozták meg a sípályákat. Arra szeretnénk kérni a szolnokiakat, hogy nyugodtan jöjjenek ki hétvégén. Reméljük, hogy ma este még hidegebb lesz, még gyorsabban tudjuk előállítani a havat, távolságtartás és maszk használata mellett bátran használják a szánkózó dombokat. A területet csak maszkban lehet használni, ügyelve a távolságtartásra, hogy mindenki biztonságban tölthesse szabad idejét. Mindenki odafigyel a távolságtartásra, a maszk használatra, illetve a szánkózásról azt nyilván tudjuk, hogy nem a veszélyeztetett korosztály használja, így bátran várjuk a szolnoki családokat, a gyerekeket. A mezőgazdasági termelést a bonyolultság, a sokoldalúság és az állandóan dinamikusan változó állapot jellemezte. Az időjárás kiszámíthatatlansága miatt ez a foglalkozás, hobbi alapvetően különbözik minden más tevékenységtől. A részletekről Ézsiás Antallal beszélgettünk. Nincs két egyforma év, ki vagyunk téve az időjárás nyújtotta helyzetnek, az idő a gazda, mondja Ézsiás Antal sok éves tapasztalata alapján. A naspolya az egy jellezetes növény, amelyik lényegében szórványkertekben, zárkertekben található. Lényegében, ahol én korábban dolgoztam, ugye a Csongrád mellett Csépán, ott a Holtisza mentén több helyen volt, különböző fajta változatok, de Szentes és Csongrád a egyik jelentős termőhelye, és ott megszerettük, és utána hoztam ide egy növényt, amelyik jelenleg is terem. Hát a birsalma is egy olyan növény, ami régi paraszti hagyománynak a gyümölcse, mint hogy gyakorlatilag a dió, meg a magyaró, meg a birsalma, melyeket tovább lehetett árulni. Szekrény tetején, kamrákban több helyen ugye el lehetett tenni. Rövid szárra levéllel takarították be, vagy szedték le, és ezzel lényegében karácsonyig egy jelentős vitaminforrás volt. Hát nekem is van pár birsalmafám, amelyik lényegében ugyanazt a gondot jelenti, mint az alma fajták, amelyek minden betegségre, károsítóra ugye hajlamosak, és nagyon nehéz védekezni. Hát a sütőtök az szintén gyerekkorom régi gyümölcse, vagy zöldsége, ahogy nevezzük, és ott a hagyományos régi nagy dobosi jellegű tökök voltak, a nagy szürke gerezdes tökök. Ez, amit én itt most termelek és kiállítottam, ez egy újabb, egy kanadai, úgynevezett oranzs fajta, amely kevésbé érzékeny. Az íze talán nem annyira parázs, mint a hagyományos töké, de sokkal biztosabb, hogy ez jó ízű és élvezhető. Sok minden van, amit még nem tudtam megmutatni. Zsákban lévő sárgarépát, petrezselyem gyökeret, burgonyát, amelyik szintén hűvös helyen és fagymentes helyen van. Aztán hoztam fel olyan exotikumot, itt van a kardvirág, meg a tubarózsa, amelynek szintén az a lényege, hogy teljesen kiszárított állapotban, egy ilyen 5-6 fokos hőmérsékleten, tavaszig, amíg ültetésig, májusig biztonságosan áttelelhető. Ha leterem valamilyen növény, ilyen a borsó például,
amelynek a helye üresen áll, mindaddig, amíg ki nem találjuk, hogy be kellene vetni. Nem egy szerencsés gondolat, mert a másodvetés ezen a területen nagyon rizikós. Hát így került bele a talajba a cégla, meg a fekete retek is, amely sok öntözéssel, borhelleni védelemmel lényegében eddig jutott, hogy most egy téli vitaminforrás. Veteményes kertnek egyik nagyon jelentős része az, hogy vízfogyasztásra, ajándékozásra, egyébekre használjuk. De a legelső, talán a legszebb a növényt, azt meghagyjuk magnak. Itt van a cukkini, a csillagtök, vagy itt van a sütőtökből is, amelyiket most itt kitettem magot, amely ugye az legelső időtől kezdve végig érik, gyönyörűen beérik, és annak a magját megszárítva most tárolom. A tél a pihenés ideje a természet számára is. Lelassul a növények életritmusa, magnyugalom, felkészülnek az elkövetkezendő feladatokra, nekünk pedig védekeznünk kell az erős fagyok ellen. Befedéssel, takarással, meszeléssel. Ez a tél a felkészülés időszaka, részben testileg, részben lelkileg. Hát a helyzetet azt nem akarom ecsetelni, hogy milyen időszakban élünk, tehát nagyon nehéz ilyenkor tervezni arra, hogy majd jövőre mi is hogy történik, de én konkrétan ugyanúgy készülök, mint ezelőtt 10-15, vagy éppen tavalyi évben készültem. Amikor én betakarítottam, nagy nehezen a sok csapadék miatt, utána jöttek az esők, és a szántás még nem történt meg, de lényegében csak annyi kell, hogy egy olyan faj legyen, amelyik a gépet elbírja, és egy tisztességes munkát tudjon végezni. Segítenünk kell a madarak átteleltetését is, szakszerű etetéssel. Kitettem a madáretetőt, amelyben apraforgó van, és sele dió vagy apró dió béltörmeléket teszek ki, amelyre jönnek ugye az énekes madarak, a cinkék, és most, amit érzékelek, talán a verebek túlsúlyban jelentkeztek. Ez tavaszig így megy nálunk, úgyhogy van több zsák napraforgóm, amelyiket rendszeresen odagolok a madaraknak. A térre pincében, homokban betárolt terményeket, így a burgonya, hagyma, alma, zöldségek időnként nézzük át és válogassuk át, tanácsolja a szakember, aki azt is megmutatta, hogyan kell szakszerűen tárolni a jövő évi vetéshez szükséges magvakat, virághagymákat. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!